azt gondolom, hogy OB1-be játszani mindig nagyon nagy lehetőség, és itt megkapom ezeket a játék lehetőségeket, és azt gondolom, hogy ez a játék szempontjából mindenképpen egy nagy előrelépés lehet a jövőben, hogy már egy évvel több OB1-es tapasztalatom lehet. Igazából ilyen rövid távú célokkal szoktam magamat motiválni. Most idénre a bajnokság, az utánpótlásban is, meg OB1-ben is most a tisztes helytállás a cél. Az utánpótlás bajnokság azt jelenti, hogy egyszerre még két csapatban is játszani fogsz? Igen, utánpótlásban az UVS-ében, OB1-ben pedig itt Győrben. Mennyire megterhelő ez? Szerintem bírható lesz, de majd meglátjuk. Ez mit jelent egyébként a gyakorlatban? Ugye van akkor 2-3 meccs egy héten, meg van mellette 8-10 edzés? Igen, hát hétköznap ugye a klubnál edzünk, és akkor, hogyha mérkőzés van, akkor jövünk le ide Győrbe egy edzésre a mérkőzés előtt. És akkor igen, a hétvégén vasárnaponként az utánpótlás, szerda, szombat pedig az OB1 bajnokság meccsei lesznek elvileg. Mennyire ismered a többieket? Én ilyen nagyon új vagyok itt most Győrben, de szerintem hamar be fogok illeszkedni, remélem. Szerintem elengedhetetlen, hogy a parton is jóban legyünk, és ez szerintem látszódik a vízbe is, hogyha egy csapat jóban van így a parton egymással, akkor egészen más a hangulat a vízbe, és ez jobban viszi tovább a mérkőzést, hogyha úgy állunk a másikhoz, hogy közben nagyon jóban vagyunk.